Hát Nem. szerintem nagyjából mindent elmondtam, de egy a fontos, hogy nem is tudom, kinek a dalszövege az, hogy cél nélkül az ember mit sem ér. Azt hiszem Szörényi Leventeinek valamelyik dalában. Mindegy is, a lényeg, hogy szerintem tudni kell, hogy merre akarunk menni, mert csak úgy menni, úgy nem, úgy bármerre, az úgy, amerre fúj a szél. Az is egy verzió egyébként, de ez nagyon fontos, hogy kinek mi az élete. Tehát, hogyha ő az az ember, aki arra megy, amerre fújja a szél, vagy amit dob neki az élet, aztán oda betér, kijön, meg izé, ha ő úgy érzi jól magát, az én így érzem jól magam. Tehát ebben a tudatosságban az a jó, hogy ez az én tudatosságom engem boldoggá tesz, tudod? De nekem, tehát hogyha nem lennék tudatos ember is, nekem úgy jó, és így el vagyok, akkor tehát hogy mindenkinek a saját szigetét kell megtalálni, ahol ő ott boldog, mert nem mindenki születik szorgalmasnak, és erről baromira nem tehetünk, szerintem, mert mindenki születik valamilyennek, és de az viszont nagyon fontos, hogy a fejlődés a te kezedben van, hogy te vagy a kép, tehát hogyha mondjuk irigyled a másikat, mert mondjuk ő gazdag, akkor nyilván, vagy teljesen mindegy, vagy művelt, akkor nyilván előbb-utóbb eszedbe kell jutni annak, hogy hát te is tudsz ilyen műveltségre szert tenni, hogyha tanulsz, vagy igen. Kitartó, és ebbe kitartó vagy. Sajnos ez a kitartás, ez mindig ott van az ember életében, hogy nem adnak semmit ingyen. Úgyhogy, hát így, Abszolút. én ennyit tudtam a tudatosságról elmondani. Na, és most ugye az lett volna az utolsó kérdésem, de megint valahogy ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy mindig megválaszoltad azt, amit szerettem volna kérdezni. És most ez lett volna igazából, hogy mondjuk mi lenne az üzeneted, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó végszó volt, amit itt elmondtál, hogy fontos a cél, abszolút, hogy legyen cél, és a kitartás, mert tényleg ez a lényeg. Tehát, hogyha feladod, akkor ennyi. Ugye, hiszem a Nick Vujicicnak volt egy ilyen mondás egy videóban, hogy nem az a lényeg, hogy hányszor esel el, mert van, aki 50-szer, van, aki 100-szor, hanem az a lényeg, hogy a végén felállsz. És ennyi. Tehát... Ez már a nyálas kategóriába tartozik, tegyük hozzá. Tehát, hogy, de mennyire igaz mégis, nem? Hát, tehát, hogy... így van. Nyilván... De közhelyes volt, és nyálas is volt, de igaz. Tehát, hogy ez nem tudunk ezzel mit tenni, ez annyira rossz, ami... Én megmondom, én szeretem ezeket az idézeteket, nagyon kifejezetten hasznára válik az embernek. El is kell rajta gondolkodni, mert hogyha az ember csak ilyen pikírt módon tekint rá, akkor ja, persze, hát igen, tudjuk, sokat kell melózni. Igen, de tényleg sokat kell melózni. Tehát, hogyha nem teszed meg, amikor vannak az irigyek, hogy jó, hát és neki miért sikerült? Hát, mert sokat többet tett bele. Így van, mert a mögöttest az sosem érzik, mindig csak azt, amit elért. De az, hogy ezt hogyan érte el, azt általában elfelejtik.